az új járat nagy mértékben hozzá fog járulni a meglévő gazdasági, turisztikai és kulturális kapcsolatok további erősítéséhez. Ezekben eddig is jól látunk, én azt remélem, hogy ezek a kapcsolatok még erősebbé fognak válni a járat megnyitásával. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy a járat nem csak két országot kapcsol össze, hanem két gazdasági növekedésben lévő régiót is. Közép-Európa, a visegrádi országok, de a kicsit bővebben mondom, akkor Közép- és Kelet-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, sőt, hogyha az átlagot nézze meg, a legdinamikusabban fejlődő régiója. Ugyanez mondható el Közép-Ázsiáról is. Közép-Ázsiában is jó néhány ország az elmúlt években komoly gazdasági reformot hajtott végre. Növekedésben vannak, jelentős tartalékaik vannak a növekedés érdekében. Azt tudjuk most konstatálni, hogy a járatnyitása ezt a két dinamikusan fejlődő régiót, a közép-kelet-európait és a közép-ázsiait fogja összekapcsolni. Magyarország számára tehát egyértelműen előnyös ennek a járatnak az indítása. Ahogy hangsúlyoztam is, stratégiai partnernek tekintenek bennünket Kazahsztán részéről. 6 ilyen stratégiai partnere van Kazahsztánnak. Magyarország is megválogatja, hogy kit fogad ebben a kapcsolatban a bizalmába. Én azt hiszem, hogy élnünk kell ezzel a lehetőséggel.